Williams Televízió. A Gyáli Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskolában javában tart a tanév. A zongora és a fúvós tanszak óráit látogatják legtöbben, de a népzene is rendkívül népszerű. A zeneiskola pedagógusai Gyálon és Felsőpakonyon is okítják a zenei tehetségeket, akik decemberben már ünnepi koncerttel örvendeztetik meg a közönséget. Nagy várakozással indítottuk ezt a tanévet a zeneiskolánkban is. A legnépszerűbb tanszakaink között a fúvósok és a bínegyűsök, melyik kiemelném talán a sok hangszer közül, összesen 101 fúvós hangszeres tanulónk van, valamint 69 zongoristánk, de természetesen a klasszikus zene valamennyi ága felelhető a zeneiskola képzés palettáján nálunk is. Tehát vannak vonósaink, valamint szerepelnek az ütősök és az egyéb tanszakosok is. Kiemelném még a népzenei tanszakot, amely az Zrínyi iskolában működik. Itt népi furuját és népi citerát tanítunk. Klasszikus zenén kívül még van néhány szintetizátor, keyboardos tanulónk is. Ők a mai modern zenét képviselik, és igyekszünk nekik is megfelelő tantervet biztosítani. A zeneiskolai képzés Gyálon 3 iskolában és a Felsőpakonyi Herman iskolában folyik. Nagyon nehéz 2 hónapot tudunk magunk mögött, hiszen a tanulóink elfoglaltsága az általános iskolában rendkívül megnövekedett, valamint az általános iskolának a tantermi elfoglaltsága is a maximális mértékben került kihasználásra. Tehát komoly gondot okozott nekünk a zeneiskolai órák helyének biztosítása. Külön köszönöm a kolléganők, az általános iskolai vezetőknek a segítségét, hogy tudták nekünk biztosítani a zeneoktatásnak a megfelelő tantermeket. Hosszú évek tapasztalatai alapján mit lehet elmondani, mennyire népszerű a művészeti oktatás, illetve a zenei oktatás, főleg a statisztikai adatokból kiindulva a diákok létszámát tekintve? A régi statisztika alapján körülbelül a 10-15% volt a művészetoktatásban részvevők aránya, már ami a hangszeres képzést illeti. Mi most itt csak zenei képzésről beszélünk, tehát gyáron is ezt az arányt igyekszünk megközelíteni, azonban meg kell mondanunk, hogy a jelenleg rendelkezés álló hely az sajnos nem teszi lehetővé, hogy alaposabb bővítést tudjunk kezdeményezni. Tehát kiemelném például a fuvala tantárgyat, ahol több éves várakozó listán vannak a tanulóink, hogy egyáltalán bejussanak, azt mondja, a fúlista képzésre. Az érdeklődés a megnövekedett közismereti órák ellenére is jelentősnek mondható, de mindenkit természetesen nem tudunk fölvenni. Ezzel a 212 tanulóval tudunk olyan lehetőséget biztosítani a tanulnak, amely nyugodt körülményeket tud biztosítani a zeneoktatásnak. A 212 fős állományból fiúk-lányok aránya milyen? Az utóbbi időben egyértelműen a lányok javára kezd kibillenni a mérleg nyelve, de azonban vannak olyan tanszakaink, tehát például akár a klarinét szakon, akár a fúvosok tösé részfúvos szakon is, vagy pedig ütőtanszak teljes egészében, itt zömében fiúkat találunk, de nagyon sok olyan tanszak van, mint a népzenei tanszak, ahol körülbelül 50-70% a fiúk és a lányok aránya. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy egészséges arány, nagyon kell ügyelni, és ezt felépítenünk, különösen figyelünk arra, hogy a fiúk és a lányok aránya nagyon ne boruljon föl. De természetesen figyelembe veszük azt is, hogy ki milyen elszántsággal és milyen adottságokkal érkezik a zeneiskolánkba. Ha pedig valaki már megfelelő számú zenei oktatásba vett részt, akkor meg is mutathatja a tudását. Ennek lehetünk majd tanulni decemberben, ugye lesz egy ünnepi fellépésük? Igen, a december hagyományosan sűrű programmal rendelkezik. Itt ez is vasárnap a Gyálvárosi Húgozenekarral van egy közös karácsonyi hangversenyünk. Első részben a zeneiskolások krémejava lép fel, majd ezt követte a Húgozenekar.
Ezt követően a következő hét kedden 18 órakor itt a Bartók Béla Általánosiskolában tartunk egy nagyszabású karácsonyi hangversenyt, ahol lehetőség adódik minden gyermeknek a fellépése, akár szólóban, akár kamarazenék, de itt megemlíthetem a kórust és a zenekart is. William